Itt van velünk Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármester asszonya. Ma egy jeles, harangos eseményen veszünk részt, átadják a Táncsics körúti óvodát. Alpolgármester asszony, az ilyen, ehhez hasonló beruházások milyen jelentőséggel bírnak a város életében? Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb esemény egy város életében nem lehet, amikor egy tagovodát ilyen gyönyörűen felújított állapotában tudunk visszaadni a gyerekeknek és a szülőknek, hiszen a felnövekvő nemzedék nagyon fontos, hogy egy olyan kulturált, egészséges és ingergazdag környezetben nevelkedjen és nőjön fel és töltse mindennapjait, mivel később meg tudja alapozni az iskolás, majd később pedig a felnőtt életét. Ön is tanítással is foglalkozik, és akkor gondolom, hogy innen ered ez az elmélet, hogy a felnövekvő generációnak sikeresnek kell lennie. Esetleg tud-e még valamit arról, hogy milyen beruházások, pályázatok várhatóak? Más óvodát is tervezünk felújítani, illetve a karbantartási munkálatok is meg kell, hogy történjenek bizonyos intézményekben. Ezen kívül más területeken is várhatóak különböző pályázati lehetőségek, vidékfejlesztés és más kulturális területeken is. Én úgy gondolom, hogy ezek mind-mind nagyon fontosak az óvoda életében, hiszen színesítik, gazdagítják és értékes tartalommal töltik meg azt. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony, az interjút. Én is köszönöm szépen, viszont. Jeles nap van ma az óvodák életében, itt van velünk Szarka Lászlóné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatónője. Mi történik ma itt a Táncsics óvodában? Hát a mai nap tényleg nagyon jeles és szép ünnep, hiszen a gyerekek már birtokba vették a felújított óvodát, viszont ma lesz az ünnepélyes átadása az épületnek, ami az IAO pályázat keretében lett felújítva. A két óvodának tudom pontosan mondani az összegét, 130 millió forintból lett felújítva, ha ebből 15 millió forint volt, amit a Karcagváros önkormányzata mint önrészt tett hozzá a pályázathoz. Úgyhogy ma avatunk, szalagot vágunk, és a gyerekek egy kis örömműsorral kedveskednek a meghívott vendégeknek. Mikor zárul le hivatalosan a pályázat? Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a pályázat hivatalosan már lezáródott februárban. Ha jól tudom, akkor már az összes dokumentációt, illetve az elszámolást benyújtotta a projektről maga a projektvezető, illetve akik benne dolgoztak. Úgyhogy ezek már most csak ünnepélyes és boldog percek számunkra, hiszen azért már február 13-ától vették birtokba a gyerekek az óvodát. Picit vártunk a jó időre, hogy itt kint tudjuk megünnepelni ezt a szép, gyönyörű óvodát. Milyen volt a visszhangja a felújításnak? Ugye említette, hogy már birtokba vették a gyerekek ezt a szép épületet. Szülők, gyerekek elégedettek-e? Hát ez nagyon érdekes volt, mert a kicsik, azok ugye a másik épülethez szoktak, és mikor elmennek arra, akkor még most is azt mondják, hogy ez volt a régi óvodánk. Viszont ide, amikor átkerültek, pláne középsős nagyok, azokon annyira lehetett látni az örömöt, hogy mennyivel megváltozott az épület, hiszen maga az alapterület nem változott, de azáltal, hogy gyönyörű új ajtókablakok kerültek be, és minden egyéb a fűtéstől kezdve világításig minden teljesen korszerű lett. Ez a gyerekek számára is nagy öröm volt, és úgy szinte látni lehetett, ahogy a folyosókon kukucskáltak, nézelődtek, hiszen az ajtók olyanok, hogy be lehetne látni, most már függönyök kerültek föl, de amíg még nem voltak fönt, a függönyök kukucskáltak egymáshoz és nézték, hiszen azelőtt nem ilyen volt az épület. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon örülnek, nem csak a gyerekek, hanem azt gondolom a pedagógusok is nagyon örülnek. És én úgy láttam, hogy a szülők, akik azért egy fél évet kibőjtöltek a másik épületben szorongva. Ők is sokat segítettek ugye a költözések során. Így van, mind a két költözésnél, amikor elköltöztünk, illetve amikor visszaköltöztünk, azt gondolom, hogy az összefogás nagyon szép példája volt ez. Mert nem csak a szülők, ők nagy rész, de itt a dolgozók hozzátartozói, vállalkozók, mindenki segített, úgyhogy tulajdonképpen a kiköltözés, illetve a beköltözés sem került egyetlen egy fillérben sem, mert ez mind önzetlen és önkéntes támogatás révén valósult meg. Nagyon szép lett ez az óvoda, gratulálunk hozzá. Vannak-e még titkolt, eddig titkolt, vagy egyelőre titkolt vágyak, tervek, mit szeretnének még?
Hát azt gondolom, hogy titkolt vágyak és tervek vannak. Jelen pillanatban már a Karcagváros önkormányzata egy másik pályázatot is beadott, az pedig a Kuthen úti óvoda felújítási pályázata lesz. Ott nem csak felújítás lesz, hanem ott hozzáépítés is van a tervben, mint egy 120 millió forint értékben van az a pályázat, tehát tornaszoba, fejlesztőszobák építése volna. Tehát ez az egyik titkolt, aztán van egy másik titkolt is, ami pedig egy olyan pályázat, hogy minden tagintézménnyel, itt is az önkormányzat tud pályázni, de minden tagintézménnyel tudnánk pályázni, 1-től 5 millió forintig egy-egy tagintézmény, és ebben úgy a humán erőforrás, mint a pedagógiai értékeink tovább korszerűsítése, illetve minden egyes tagintézménynél egy 1,5 milliós eszközbeszerzési is lehetséges ebben a pályázatban. Ez viszont nagyon ráférne az udvarainkra, mert eddig azt gondolom, hogy amit önerőből tudtunk, illetve az alapítványunk megtett értünk, ők nagyon sokat adtak, fejlesztettek az udvari játékokban, tehát tudjuk, hogy a fajátékok meddig tartanak, és már most szinte újra lehetne, és reméljük, hogy ez a pályázat, ha megnyílik, ez egyfordulós pályázat, és úgy tervezik, hogy június 1-től, hogyha nyitják, mi most startra készen állunk olyan, és próbáljuk azonnal beadni a pályázatot, illetve nem mi, hanem az önkormányzat, de természetesen az előkészítésben, meg abban, hogy mit szeretnénk fejleszteni, az a mi pedagógusaink ötleteiből, kreativitásából fog, úgy gondolom, kipattanni, vagy már ki is pattant. Legyünk bizakodóak a jövővel kapcsolatban, hogyha ezek a pályázatok sikeresek lesznek, amit most itt az előbb elmondott nekünk, ezek mikorra valósulhatnak meg reálisan? Hát reálisan a Kuthen úti tagovoda az elviekben, ha nyertes lesz, az akár szeptemberben indulhat. És ott is én azt gondolom, hogy körülbelül egy éves kifutással lesz a zárás. A másik pályázat pedig az is akár szeptemberben indulhat, annak a kifutása 18 hónap lesz. Ott azért megpróbáljuk a programokat úgy ütemezni, abban, amiben sok részben a szülők is be lesznek vonva, mert olyan része is van a pályázatnak, de azért az a 18 hónap kell majd arra, hogy, mert attól függ, hogy mikor döntenek, hogy tud megindulni, de hát talán mind a kettő szeptemberben. Én úgy gondolom, hogy megéri várni, és folyamatosan tájékoztatjuk majd a lakosságot a fejleményekről. Erika néni, köszönöm az interjút, további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen az interjút is, remélem, hogy minden sikeres lesz. Igazgató asszony, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, képviselő úr, a képviselő asszony, tisztelt hölgyeim és hölgyeim, kedves gyerekek, én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a óvoda felújításának, avatásán, átadásán. Tessenek megengedni néhány száraz gondolatot itt az átadása szalag átvágás előtt. Karcagváros önkormányzata pályázatot nyújtott be a Karcagi Madarászimre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztésére, korszerűsítésére. A pályázati kiírásban meghatározottak szerint a támogatás célja volt, hogy biztosítsa a minőségi nevelés körülményeit, valamint a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatását, nevelését. A felújított tagovodákban elősegítse a hatékony szakmai munkához a feltételeket egészséges, modern, esztétikus környezetben. A két tagovoda korszerűsítésére már régóta szükség volt. Kisebb karbantartási munkák elvégzésére a éves költségvetés keretén belül nyílt lehetőség. A nagyobb fejlesztés a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel pályázati segítséggel valósulhatott meg. Karcagváros önkormányzata a pályázatát 2010. novemberében nyújtotta be, 2011. áprilisban értesültünk a pályázat sikerességéről. A támogatási szerződés megkötésére 2011. júliusban került sor. A sikeres közbeszerzési eljárás után augusztus 1-én megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A munkát a Horváth építőmester ZRT végezte.
A két tagovodának a beruházási költsége 132.209.760 forint volt. Ebből a Táncsics körúti tagovodának a bekerülési költsége 82.155.145 forint. A felújítás ideje alatt a hadcsoport és a logopédiai fejlesztés a Dózsa-György út 4 szám alatti volt új kaszinó épületében történt. Az óvodában az alábbi munkálatok elvégzésére került sor. A tetőszerkezet felújítása, tartószerkezet megerősítése, új cserepek felrakása. 5 csoportszobában, fejlesztőszobában, irodában, nevelőszobában a parketták cseréje laminált padlóra. 1 csoportszobában parketta csiszolása, festése, ezekben a helyiségekben a fa falból korak készítése. A folyosókon, konyha, mosogató és egyéb helyiségekben járólag cseréje. A felak, menyezetek festése. A víz, a villanyvezeték és a fűtésrendszer korszerűsítése. A lapos tető és épületszám külső körbe szigetelése, pótmunkaként ennek az épületnek az ablakének cseréje, valamint a fő épület ugrani oldalán lévő ablakok cseréje hőszigeteletre. A régi ajtókat hőszigetelt üveges ajtókra cserélték, ezáltal szinte megnőttek a terek, ez különösen a folyosókon előtérben érzékelhető. A konyha mosogató és a felnőtt gyermekmosdók WC-k teljes körű felújítása. A külső homlokzat felújítása, a két épület között fedett terasz kialakítása valósult meg. A bejáratokhoz a teljes körű akadálymentesítésre és mosdó WC kialakítására került sor. Az épületben, a termekben hangosítás valósult meg, és riasztó berendezés kiépítése is megtörtént. A beruházás határidőre 2012. január 31-ére elkészült, a műszaki átadás megtörtént. 2012. február 13-án vették újra birtokukba óvodájukat, a gyermeket. A minden igény kielégítő egészséges óvodát jelenleg 150 gyermek használja. A gyermekek elnézést, nevelését ebben a 21. századi korszerű épületben 12 fő óvodapedagógus, egy fő logopédus végzi, munkájukat 7 dajka, nőni és egy fűtő karbantartó segíti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt jelenlévők, valóban a száraz tények ezt mutatják a darabot. Két dolgot még szeretnék mindenképpen kiemelni. Az egyik az, hogy a város vezetése minden körülmények között, minden gazdasági nehézség ellenére eddig is és ezután is azon munkálkodik és munkálkodott, hogy a nevelési, oktatási intézményét a lehető legjobb karban tartsa. Mindent elkövetünk a pályázatok sikeres megvalósításáért. Nyilvánvalóan a jövő generációja az óvodások és az iskolások érdekében. Másik gondolat pedig a köszöneté, hiszen ennél az óvodánál, valamint a Jókönyv úti óvodánál is valamilyen hihetetlen példaértékű összefogás valósult meg. Tessenek elhinni, egy-egy ilyen pályázat sikeres végrehajtásánál nagyon-nagyon sok embernek hihetetlenül tenger munkájára van szükség. Meg kell írni azt a pályázatot, azt ellenőrizni kell, meg kell teremteni az önerőt, a műszaki lehetőségeket, ki kell harcolni azokat a dolgokat, ami esetleg megkönnyíti, vagy még egy kicsikét feltupírozza a kivitelezési lehetőségeket. Mindenképpen kell egy jó kivitelező, azoknak a munkáját ellenőrizni kell, egyáltalán a munkálatokat jól kell elvégezni. És jelen esetben természetesen, ahogy az imént mondtam, át kellett költöztetni egy csomó gyereket. Megteremteni egy új helyszínen a óvodáztatás, a nevelésnek a lehetőségét. Ezt tessenek el, hogy nem volt könnyű, és itt mutatkozott meg az a példás összefogás, ami a szülők és a óvodák részéről megtörtént. Kellett hozzá természetesen segítség, és segítséget nyújtottak nagyon sokan, de egy biztos, hogy ennélkül az összefogás és plusz munka nélkül nehezen lett volna elképzelhető az,
hogy ilyen zökkenőmentesen, és mindig azt szoktam mondani, úgy tessenek csinálni ezeket a munkálatokat, hogy a gyerekek ebből szinte semmit ne vegyenek észre. Hogy ez így történhetett meg. Nagy-nagy köszönet ezért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én ajánlom mindenkinek figyelmébe ezt az új, megújult, megszépült óvodát, tessenek körbejárni, tessenek megnézni. Kívánom, hogy az itt dolgozók használják nagyon-nagyon sokáig jó egészséggel, gyermekeknek pedig csak azt tudom kívánni, hogy ennél rosszabb intézménybe a későbbiek során se kerüljenek. Használják mint is egészséggel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, menjek. Jó, akkor én elveszem ezt. Igen, és akkor így. Jó, akkor ez az egyik. Jó.